Az október végi képviselőtestületi ülés alkalmával Tamási város önkormányzata több döntést is meghozott a termálfürdővel kapcsolatban. Az épület tetőszerkezete közel egy éve egy elektromos zárlatnak köszönhetően gyulladt ki, melynek következtében használhatatlanná vált. A képviselőtestület közbeszerzési eljárást írt ki, de ez eredménytelenül zárult, mondta a város polgármestere. A kivitelezés és az üzemeltetés az koncessziós eljárásban került kiírásra, vagyis aki a fürdőt felújította volna, az üzemeltetné majd, mivel nem volt pályázó, ezt az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Mi lesz most, kérdezhetnék az érintettek, az itt élők, jogosan. Eddig az elmúlt 12 évben egy külső üzemeltető, az Aqua Plus Kft. Működtette a fürdőt, a városnak vele volt szerződése. Ez az üzemeltetési megállapodás december 31-ével közös megegyezéssel megszűnik. Az elszámolás megtörtént. Napjainkban egy kültéri medence és a hétvégén a szaunavilág működtetése mellett várja a fürdőzni vágyókat a termálfürdő jelenlegi üzemeltetője. 2023. januárjától a város 100%-os tulajdonában lévő vagyongazdálkodó Kft. Veszi át ezt a feladatot. Ennek az előkészületi, tehát az átadás átvétel előkészületi munkái már megkezdődtek, és egy ütemterv szerint zajlanak, és december 31-ig be is fognak fejeződni. Kérdés, hogy a város cége tudja valamilyen módon üzemeltetni a fürdőt. Ezt meg fogjuk vizsgálni. Novemberi hónapban a vagyongazdálkodó Kft. Egy előzetes üzleti pénzügyi tervet készít arra vonatkozólag, hogy a téli, illetve a nyári időszakban, tehát szezonálisan, vagy csak a nyári időszakban tudjuk-e, lehet-e üzemeltetni a fürdőt. Ez azért is kérdés, mert a jelenlegi energiaárak mellett ez egy ilyen kisfürdő esetében szinte lehetetlen vállalkozással egyenlő. Az sem véletlen, és itt visszautalok most a közbeszerzési eljárásra, hogy az üzemeltetése nem érkezett be érvényes pályázat, ugye ezért is lett az előző eljárásunk eredménytelen. Tehát ezt meg fogjuk vizsgálni a következő időszakban. A város vezetése törekszik arra, hogy a termálfürdő a jövőben is üzemelhessen. Egy új nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki a tűzeset által érintett épület helyreállítási munkálataira. A fürdőkomplex felújítása és bővítése is szerepel a jövőbeni tervek között, amit a háborús helyzet okozta gazdasági válság megszűnik. Mi szeretnénk a nyári időszakban mindenképpen üzemeltetni, nem szeretnénk, hogyha Tamási lekerülne a Tamási fürdő, és Tamási lekerülne a turisztikai térképről teljesen, tehát mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy legalább nyáron üzemeltessünk, ez nyilván sok mindentől függ, energiárak, személyi feltételek, ez nem egyszerű, nem lesz egyszerű feladat tulajdonképpen. A biztosítóval sem zárultak még le a tárgyalások, az Aqua Plus Kft.-nek, a bérlőnek volt biztosítása. Én bízom benne, hogy december 31-ig ez is meg fog történni, illetve a következő időszaknak a jelentős feladata lesz az, hogy a tűzeset által károsodott részt helyreállítsuk. A testület egy olyan döntést is hozott a mai testületülésen, hogy egy új nyílt közbeszerzési eljárást fog kiírni az új épület tűzeset által károsodott részének helyreállítására. Ha ez a háborús időszak véget ér és visszatér az élet legalább valamilyen szinten normális kerékvágásba, akkor természetesen újra elő fogjuk venni az egész fürdő komplex felújítását és bővítését, de addig minimális cél a jelenlegi fürdő üzemeltetése, és ezzel együtt a tűzesettel károsodott rész helyreállítása. A Tamási termálfürdő kültéri medencéje az év végéig szerdától vasárnapig várja a fürdőzni vágyókat.